Békés megye képviselők testülete áprilisi ülésén egy nagy volumenű támogatási rendszerről döntött. Ennek előzménye a civil stratégia elkészítése volt, melyből kiderült, problémákkal küzdenek a megyei civil szervezetek. Az erősebbek nem tudnak kitörni a gazdasági társadalmi helyzetből, de a kisebbek is hátrányt szenvednek. Nagy azok civil szervezeteknek a száma Békés megyében, amelyek 500 000 forint alatti költségvetéssel rendelkeznek, tehát kis civil szervezetek, amelyek alapvetően alapvető könyveléssel, jogi tanácsadásra szorulnak, tehát olyan problémákkal küzdködnek, ami a napi életben meghatározó, és ezért nem tudnak tovább lépni. Ezen szervezetek megsegítését célozza elő az a 70 millió forintos keretösszeg, melyre pályázatokat lehet benyújtani. Nagyon érdekel az, hogy a civil szervezetek és a önkormányzat által fenntartott intézmények hogyan, milyen módon tudnak egy olyan gyümölcsöző kapcsolatot kiépíteni, amelyben hosszú távon tudnak egymás szakmai értékeire építeni. A rendelkezésre álló keretből egy-egy szervezet maximum 1,5 millió forintot kaphat. Nem lehet csak úgy bejelentkezni, pályázni, hogy kérek 1 millió forintot, 1,5 millió forintot, és majd ezt követően találunk, hogy mit szeretnék megvalósítani. Nyilván ez egy kötött a program is, kötött a pályázat is, és hát természetesen ennek a megvalósítása is figyelemmel lesz kísérve.